A Magyar Kanizsai Középiskola tangazdaságában már néhány éve folyik fólias átvas termesztés. Az idei évtől a magyarországi támogatásból az egyik fólia alatt hidropóniás növénytermesztésbe kezdtek. Ez egy elég nagy értékű beruházás, ha euróba mondom, akkor 60 ezer euróról van szó, és megpróbáltuk összekötni a 21. századi kihívásait tulajdonképpen a hagyományos növénytermesztéssel. Az egyik az tipikus kerti növénytermesztés, ez pedig azt jelenti, hogy a fóliákban úgy termesztünk paprikát, hogy egyszerűen nincs talaj. A magyar állami támogatásból egy új almaültetvényt is telepítettek, amelynek a műveléséhez korszerű gépeket, berendezéseket vásároltak. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a külhoni szakképzés éve programban idén is 500 millió forintot különített el, amiből 364 milliót fordított iskolai fejlesztésekre. Mezőgazdasági szakképzők, illetve szakképző intézmények tudtak ide pályázni, nem csak itt a Vajdaságban, hanem az egész Kárpát-medencében. A Vajdaságból 4 pályázó volt, Topolyáról, Adáról, Szabadkáról, és a negyedik pedig a Beszédes József mezőgazdasági és műszaki iskola központ. A Magyar Kanizsai Középiskola tangazdaságában legutóbb nehéz kultivátort vásároltak, és megépítették az öntözőrendszereket tápláló szivattyú telepet is. Nagy szüksége van ezekre a beruházásokra a tangazdaságnak, mivel a 91 hektárnyi réti földön csak megfelelő termesztési technológiával és agrotechnikával lehet elfogadható eredményeket elérni. Az iskola a kalászosok mellett ipari és takarmánynövényeket is termeszt, foglalkozik zöldség, gyümölcs és szőlőtermesztéssel, van faiskolája és állattenyésztő részlege is. Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikai államtitkár és a kíséretében lévő tartományi, valamint községi vezetők megtekintették az új beruházásokat és közelebbről is megismerkedtek a tangazdaság működésével.